Az ördög szántotta hegy. Legendája. Egyszer volt, hol nem volt. Élt nagyon régen itt Harsányban egy boszorkány. Ennek a boszorkánnak volt egy leánya. Úgy hívták, Herka. Ez a leány olyan szép volt, hogy még maga az ördög is beleszeretett. És el akarta venni feleség. A boszorkány nem akart az ördöggel rokonságba keveredni, de félt is tőle. Furfangos egy asszony volt, nehéz próba elé állította. Akkor viheti a lányát, ha a kakasszóig felszántja a harsányi kőhegyet. Na még aznap este neki is fogott az ördög egy macskával szántani. Igen, sietett, s káromkodott, mert kemény volt a kő. Úgy szikrázott, mint az Isten nyíla. A boszorkány meg nézte az ablakon, s látta, hogy az ördög már majdnem a hegy tetejére ért. Megijedt, mert messze volt még a reggel. Ám de! Hirtelen gondolt egyet. Kirohant a tyúkolhoz, megnyomta a kakasfarát, hogy kukorékoljon. Erre aztán felébredt. Felébredt a falu összes kakasa. A nagy kukorékolásra megdődött az ördög, hogy nem tudta kiállni a próbát. Mérgében eldobta az ekét, és ott, ahol leesett, peremennél lett egy nagy gödör. Lefutott az ördög barázdán nyugat felé, és ahol a csizmájából kigurult a föld, ott lett a göntérdomb. A másikból meg a siklósi várdomb. A macska nekifutott a drávának. Azért olyan örvényes a folyó. Ő maga meg szégyenében a föld alá bújt. Ott tört fel a kénes, büdös víz, ami azóta is zubog. Harkányt pedig a szép Herkáról hívják Harkánynak. A hegy meg úgy maradt. Még most is meglátszik a macska körme nyoma a sziklákon.